Csinálod, nem úgy kell sétáltatni a kutyust. Úgy, aha, fogd meg a pórázt, ezt figyeld. Úgy. Aranyhaj. Báó. Báó. Szerintem világít a szeme. Mert azok meleg szívűek, azt mondják, aha, a barna szeműek. Na jó, de akkor a kék, ha a barnák meleg szeműek, akkor a... Nem meleg szeműek, meleg szívűek. Yeah. Szóval, hogyha a barna szeműek meleg szívűek, akkor a kék szeműek hideg szívűek? Nem, ez nem így van. Nem, csak hallottam egyszer, valaki mondta, hogy a barna szeműek a legmelegebb szívűek. Uh-huh. Aztán lehet, hogy hülyeség. A Milánnál annyi zsiráf kékeztünk, hogy hogy kék szemű lesz. Kitépte anya haját a Milán. De látod-e? Uh-huh. Sziasztok! Sziasztok! Mivel többen is írtátok, hogy jó lenne, hogyha többször is vlogolnék, ezért úgy döntöttem, hogy ma is vlogolni fogok. És a mai nap érdekessége az lesz, hogy Niki is vlogol ma, tehát mind a kettőnk szemszögéből láthatjátok a mai napunkat. Hát vagy illetve majd meglátjuk, hogy itt belőle kisülni. Majd kiderül. Minden esetre tartsatok velünk. Oh-oh. Elbuktam! Figyelj ide! Nesze! Ez jár nekem! Ne harabd a kezed, ami enni ad. Nem, ezt még nem tanították meg neked? Figyelj ide! Bejössz az ágyamba, kitéped a hajam, és utána megeszel? Hát ez bűt dolog! Nesze! Nézzétek, milyen szép szülinapi párnát kaptam a Gabitól! Tadám! Olyan cuki! Úgy szeretem ezt a nő szemét. Puszi élet! Ha ezt nézed, ha nem nézed, akkor majd elküldöm, hogy nézd meg. Mi volt ez? Hello! Én már voltam át nálad, megpuszikáltalak. Szia, Norbi! Mit hallottál? Mi hallottál, megpuszikáltál? Hallottad? Mesélték a izék, a pókok, a falon? Észrevettétek egyébként, hogy a Norbi a legbarnább a családba? Igen. Hát, hogy így... Kávégyermek. Milán, ne tépd a bátyádnak a haját, légy szíves. Simogatjuk. Nem bántjuk. Norbi, hol aludtál? Jól aludtál? Ez a gyereké! Kész, nincs tesó, elbújt. Nem! Figyelj, most két ec fiú van a takaró alatt. Mert hogy a másik a hasamban van. Hova tűnt a Norbi? Hol a Norbi? Milán? Hol a Norbi? Hol a Norbi? Hol van? Figyelj! Hova tűnt? Norbi! Hallj, hogy nevet, figyelj! Hm? Hol a Norbi? Hol van? Figyelj! Kuk! Na gyerekek, azt mondom, hogy menjünk le, aztán nyissuk meg a mai napot. Nem lehetne bezárni? Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok, találkozunk a következő videóban. Csáko!
Nos, hát megnyitottuk a napot. A reggel az első utam az mindig a Pékségbe vezet, hogy friss reggelivel ellássam a családot. Jó reggelt, sziasztok! Képzeljétek el, hogy tegnap belázadtak a Milán, nem? Belázadt a program, ez az Adobe Premiere, amivel dolgozni szoktam, és egyszerűen konkrétan tényleg olyan érzésem volt, mint hogyha összeesküdött volna ellenem a program. Délután elkezdtem vágni a vlogot, és lefagyott, akkor olyanokat csinált, hogy amiket már behúztam az idővonalra, azokat így elfelejtette, hogy hol vannak, és így bepirosodott az egész, és akkor ugye azokat így eldobta. Tehát igazándiból fogalmam sincs. A Robi az konkrétan fogta a fejét, hogy ez mi a jóságos, hogyha úristen, ami most itt folyik, de katasztrófa volt. Katasztrófa, srácok, nem hazudok, kb. 2 órát szenvedtem a programmal. Igen, mert egyszerűen nem volt hajlandó együttműködni, de úgy... de úgy, hogy a végére már mindent eldobott. Tehát, hogy nem értem. Ja, és az, hogy újra telepítették a programot, nem segített, csak rontott a helyzeten. Mert az újratelepítés után kb. Már semmi nem volt jó neki, és igen, és már a zenékkel is baja volt, tehát, hogy így... Mi van, cuki? Tehát így egyszerűen így érthetetlen, de jó szó, érthetetlen. Tényleg nem tudjuk, hogy mi történt, úgyhogy nagyon sokáig fent voltam, mert ezzel szenvedtem. Megpróbáltam valamit szerkezgetni, amit még itt tudtam. Tudtam, hogy mihez nem szabad nyúlni, mert az lefagyasztja. És akkor még így próbáltam vele mókolgatni, de amikor 20 perc alatt megint negyedjére lefagyott, akkor azt mondtam, hogy jó, én végeztem mára, mentem. És most terkelsz, vagy mit csinálsz? Úgyhogy katasztrófa. Katasztrófa volt. Úgy akartam lefeküdni tegnap, hogy kész van a vlog, na most ehhez képest most fogom majd befejezni. Na, nem foglalom össze, hogy mindig megpróbálom elmondani, hogy mit fogunk ma csinálni. Fogalmam sincs, egy biztos, hogy ma péntek van. És igen, megtanultam, hogy péntek után jön a szombat, a vasárnap, és utána a hétfő. Szóval jön az Ovi, úgyhogy el kell mennünk a Norbinak venni egy pár darab pólót az Oviba, illetve az ovizásra, értitek, meg fogkefe kell neki még, egy új benti cipő, ja, és azt mondta, hogy kell neki Actimel, mondom az Oviba, azt mondja, ja nem, csak úgy meginni, értelek. Azt beszéltük meg, hogy a Tesco-ba megyünk, Újpestre, a Váci úti Tesco-ba, mert ott vannak ilyen hármas póló csomagok, és akkor ott veszünk neki, mit tudom én, egy 2 ilyen csomagot, az bőven elég, az 6 darab póló. Igen. Úgyhogy az kell, ja, meg egy ilyen cipzáros pulcsit szeretnénk neki nézni még az Oviba, amiben kimehet így az udvarra majd, hogyha esetleg itt nagyon hirtelen bejönne a hideg. Nekem össze kell állítani neki az óvizós kis motyóját, úgyhogy ja! Reggelizünk, aztán akkor megyünk a tacskóba, és arra gondoltam, hogy sütött csirkecombot. Ezt még átgondolom.
de úgy ennék egy kis csirkecombot kukoricás résen. Tepsiben sütve? Aha. A tepsiben süt csirkecombot imádom. Kis savanyúsággal. Ugye én is vlogolni fogok, de azt nem ígérem, hogy nem fog lemerülni a telefonom. Én még nem vagyok olyan rutinos telefontöltögető, mint Aniki. Töltök, addig jó, én most akkor felteszek neki tölteni egy izét, egy ilyen powerbankot szerintem. De igyekszem. Na, megyek reggelit csinálni. Oké, én meg megettetem a Milánt, hozok neki valami gyümölcsöset, most a banános cuccokra vagyunk nagyon-nagyon rákattamva, úgyhogy szerintem keresek valami banánosat. Oké, banán Joe? Joe! Oh, banana Joe! Vagy valami más, sok van, vagy van az a mész valami. Ilyen mészkőből való képződmény, és olyan, mint hogyha az északi sarkon lenne, és minden jég lenne. És az valami Magyarországon van, mert hófehér az egész. Például. Persze. Mész az autóval, félreállsz, és oda sétálsz kb. Hát az nagy kirándulás, az hogy sokáig szervezted? Na, oké, de én nem úgy gondoltam a kirándulás, hogy most órákat gyalogunk az erdőbe. De azt írja a kirándulásnak, ez városnézés. Egyszerűen nem. Egyszerűen a kirándulás az, hogy... Na jó, egyébként benne vagyok. Na csak azért, mert ugye megvan a benzinkártya, az anyakártya, tegnap... Hogy ilyen, erről fúj a szél. Tegnap teletankoltam az autót. Ezt remélem hallottátok. Tegnap teletankoltam az autót, vagy... Jó, amúgy benne vagyok. Szia! Készen állsz? Igen! Manó, gyere, szívem, csukd be a... Készen állsz a kirándulásra? Mi van? Szia! Azt kérdezem, nekem miért kell jönni? Mert megyünk együtt vásárolni. Miért azért? Nem akarsz jönni? Miért van itt nézni, szeretném, hogy van futó. De cipőt nem tudok meg. Az a baj, hogy föl kell próbáld a cipőt, hogy ne járjunk úgy, mint a múltkor, mert a múltkori cipő szerintem a mai napig
nem lett jó méretű, amit választottunk, csak nem vallott be. De bentre kell az obiba. Na. Bentre az obiba kell neked egy cipő. Mi minek kell? Hagyják meg kicsit is nálkot. Jó, Norbi, ne nyörögjél már, indulj meg. Induljál meg. Ebből jó vlog lesz. Szóval Norbi pipás, mert hogy nincs kedve jönni vásárolni, de reggel még volt, tehát nem igazán tudom, hogy mi történt. Elfogyott a kedve. Elfogyott a kedve. Csináljak még Norbi kedve? Hát az a probléma, hogy nem tudok helyette cipőt venni, tehát muszáj jönnie, és most nagyon-nagyon mérges, és meg van sértődve, mert hogy ő építeni akar. Mondtam neki, hogy minél gyorsabban elindulunk, annál hamarabb hazaérünk, és annál hamarabb lesz cipője, és utána jövünk haza, és akkor tud játszani, tehát nem mindegy. Ne morogjál már, pukkant! Figyelem, méregzsák! De nézd meg, a tesód is milyen szépen el van, pedig neki egyébként alvásidő van. De Milán azt szeret utazni? Norbi is szeret, csak most éppen megpukkad. Ezek kézek azt mondja. Érzitek ezt a finom füzet illatot? De nehéz az iskola, társam. Na. Mi idejövünk anyám elé? Backman? Backmanes? Ismeritek a szokásos szerepeket a bevásárlásoknál? Hasik mi itt maradunk a sorok végén. Anya meg cikázik a sorok között. De cuki! Jesszus! Jó van, vedd meg, ha szeretnéd. És most elmegy vele. De megveheted, anya! Anya, megveheted? Hogyha megfogtad, vegyél meg. Mert ha megfogta, vegye már meg. Mert mi? Miért ez olyan, mint az ilyen arab meg török árusok, ha hozzányúlt, akkor már meg kell venni? Mondom, azt mondta a Norbi, hogy ha már megfogtad, meg kell venni, mint a... Az arab meg török árusoknál, persze. Akkor mindent megtapizok. Hát akkor nagyon cukja. Nyújtsd ki kezed. Ez nem vagy. Hát ez 5-6-os, tehát ez 116-os, elvileg ez a jó. Kell pizsi az obiba. Hallod, Batman-es, de flitteres, komolyan? Ne. De ez kell. Flitteres, persze. Tudod mikor. Nem vagy a kislány, és csak. Ez jobb, nem? Pikachu! Pokémonos póló. Mert ezek még pont leszáradnak szerintem hétfőre. Hello, főnök! Magnum! Tetve? De ez lány napszemüveg. Igen. Az enyém menőbb. Hello! Én gyémántveresre gondoltam. De figyelj, ez nem gyémánt, hanem strass. És a strass az csajos. De egyébként gyémántköves se kellene neked. Elárulom. Nem, mert mindjárt akkor megnézzük a fiús cuccoknál, majd itt hátha. Mindjárt felhívjuk az egész sor. Eljött az a pont, amikor már kezd fogyni a türelmem, és én most már úgy mennék. Már mennék. Most már úgy meg vagyunk. Úgyhogy
innétől kezdődik az a szakasz, amikor nekem ez már inkább szenvedésbe megy át, úgyhogy most már én úgy haladnék a pénztár felé, és úgy húznám, tolnám a kocsit a pénztár felé, a Niki meg még így húzogat vissza, hogy még ez kell, még az kell, még amaz kell. Nem. Ez már ilyenkor már sok. Már mennék. Folt tisztítás. A szözbe. De itt kell lennie akkor szerintem valahol. Folt eltávolító. Mad a faka. Mindent kiszed. Ha. Extra fehérítő, oxifolt eltávolító. Aha. Biopon áztató. When is gold? Octi auction. Intensive, black színfogó. Színvédő, kendő. Dicsap. Na jó, jó lesz ez. A vásárlás egyik legjobb része, amikor anya bemegy a Deichmannba. Mert a Deichmannba nem lehet betolni a bevásárlókocsit, úgyhogy mi meg tudjuk idekint várni a bejáratnál. És ő szépen végigjárja. Aztán keres cipőt a Norvinak. Nem fárasztom anyát, megígérem. Nem mindig fárasztod anyát. Nem, megígérem. Norbi, nem tudod betartani. De nem tudom. Végeztünk a bevásárlással. Visszatolom még az autót. Szóval visszatolom a bevásárlókocsit. Nekem már minden autó, aminek 4 kereka van. Úgyhogy visszatolom a bevásárlókocsit, aztán irány haza. Na, hát ez nem volt valami egyszerű, mert hogy a ruhák tekintetében egyszerű volt, mert gyorsan ráadtuk a Norbira a nadrágot is, meg a pólót is, és rögtön tudtuk ugye, hogy akkor így hányos méret kell, úgyhogy azzal nem volt probléma. A cipővel annál inkább, mert a Norbinak most pont 28-as a lába, és egyik olyan cipőből se volt 28-as, ami az ő lábára jó. Nagyon magas a lábfeje, vagy nem is tudom, hogy mondjam. Így egyenlőre csak olyan cipők jöhetnek szóba, ami ilyen magas szárú. A csontad, ami ilyen magas szárú. És az Adidasnak van ez a fajta cipője. Hát nem tudom, mennyire láttátok, na mindegy, lényegtelen. Szóval ez a fajta cipő az, ami úgy jó is neki, meg kényelmes. Viszont természetesen nem volt belőle 28-as egyik színbe se, csak mert hogy miért lenne. Úgyhogy keresni kellett valami mást. Illetve találni kellett olyan benti cipőt, ami így jó a lábára. Ugye emiatt a magas lábfej dolog miatt. Úgyhogy nem volt egyszerű, de találtunk, majd otthon megmutatom. Nikiék már befoglalták a hűvös autót. A légkondicionált autót. Én még itt rohadok kint a melegben. Nagyon sok idő elment most ezzel így. Úgyhogy most hazamegyünk, én viszont útközben rendelek magunknak kaját, szerintem én már nem állok neki főzni, délután 2 van, mire hazaérünk lesz szerintem vagy 3, úgyhogy maximum vacsora lehetne belőle. Igen. Gondolkodom, hogy most jó az nekünk, ha vacsora lesz belőle? Hát ez csirkecombot. A csirkecomb mindig jó. De megfőzhetem, megsütetem holnap is. Én azért mondanám, hogy inkább holnap süss meg, mert frissen szeretem, viszont ha most vacsorát csinálsz vele, akkor nem fog ugyanni. Itt holnap ebédre, és akkor frissen. Jó. Kiszedve a forró sütőből. Nagyon jó egyébként, én is imádom a sült csirkecombot. Azt én is. Jó, de akkor lehet, hogy ma még be kéne szerezni a csirkecombit. Vagy most nem, vagy... csinálsz? Csém, hallod? Oké, okay. Szóval akkor ma már... Nem csak vak, de süket is. Jó,
apától felmentést kaptunk mára, úgyhogy akkor holnap főzök. Viszont akkor már majd kitalálom, hogy esetleg milyen levest csináljak hozzá. Na jó, ez majd még akkor a jövő zenéje, de jó, akkor tényleg rendelek kaját. Úgy is veszek olyan finom sarkát neked, és akkor veszek csirkecombot. Jó. Meggyőztél. Beugrottam még a henteshez, így meg lesz a hétvégére való kajánk is. Jó kis tepsiben sült vöröshagymás, fokhagymás, tanyasi csirkecomb. Nincs is ennél finomabb. Ez még a Norbié volt, és igazándiból ez meg egy járóka van még, ami megmaradt a Norbi baba holmiaiból, a többit ezt mind el... De ez van még egy baba holmi, ott bent. De ez nem baba holmi, az egy kis házikó, az nem baba holmi. Ez a komp és egy járóka, ami nagyjából ennyi, ami megmaradt a Norbinak a baba holmiaiból, a többit azt hát főleg eladományoztuk. A többi baba holmit adhat. Ez jó lett volna. Tudod, mennyi kis baba örült neki életem? Nagyon-nagyon sok. Mit akartam mondani? Ja, igen. Mondjad. Milánnak is nem maradt baba cucc másokra. A Milánnak van egy csomó baba cucca, azt megörökli a Patrik. Neked egy csomó rucid van, ilyen, nem is tudom, ilyen másfél-két éves korodtól kezdve. Extra. Ez egy millió dollár. Extra. Extra. Én mit szeretném mondani? De így nincs értelme. Extra. Oké. Okay. Extra. Szóval, igen, extra. Szóval ez a Norbinak a kompja volt. Most a Milán használja, hát egy nap talán kétszer van benne, de inkább csak egyszer. Negyed órát, 20 percet, többet nem. De nagyon-nagyon szereti. A Norbit azt alig lehetett belőle kirobbantani. Fú, nagyon-nagyon imádta. Tudom. Most jönnek a komp ellenesek. Ne gyertek, mert engem úgyse tudtak meggyőzni. Én nem tudom, majd... A Norbi is babakompozott. Én is babakompoztam. Az öcsém is babakompozott. A bátyám is babakompozott. Nem gondolom, hogy ez annyira ördögtől való lenne, de hát tudjuk, hogy már mindenre van magyarázat, és mindenre van egy cikk, és mindenre van egy kutatás, és mindenre van egy tanulmány, de minket ez annyira nem érdekel. Tolatik a kisek, vagy tolatik. Tolat, olyan, hogy tolatik, olyan nincs. A tik az a tyúk. Jó éjszakát! Jó éj! Diki, milyen piros vagyok. Én vagyok a paradicsom. Paradicsom vagyok, paradicsom fejű. Paradicsom.
Figyelj, mérges leszek. Túl hirtelen változnak itt a fények. Ebben a lakásban még a fények se normálisak. Jaj, srácok, egyébként ilyen, kb. Ilyen mentális állapotban vagyok jelenleg. Kettő, azaz kettő órája szopok ezzel a szarral, mert egyszerűen dobálja el a dolgaimat az Adobe, fel fogom gyújtani laptopostól, mindenestől az egészet. Ez egyszerűen épp észre felfoghatatlan, amit ez produkál. Tehát, hogy itt... Mi? Szóval, hogy én ilyet még az életemben nem láttam, de a Robi se. Ez volt a szakmai hozzászólás. Oli, itt rohadtul esik! Riporterünket hallhatták. Tényleg, tehát, hogy én ilyet még az életemben nem láttam, és nem is tapasztaltam. Konkrétan ez a második nap, hogy még amikor elkezdtem videózni, se tartott ilyen sok ideig összerakni egy videót, mert ugye ez már a második nap, you know? Két napi szenvedek egy videóval. Normális. Olyan, mint hogyha ilyen, nem is tudom, mint hogyha ilyen mentális betegsége lenne, hogy így elfelejti, hol vannak a fájlok, elfelejti, hogy van alatt a hang, elfelejti, hogy én azt már beraktam oda, tehát hogy szenid is lett a program, nem tudom, hogy mi történik, Mónika, kérlek szépen, de de ez szólok a pitbull kutyáknak, aztán szétszedetem velük őt. Most elvileg kész lett. 47 percet ír a számolásra, annyi baj legyen, meglátjuk, hogy mi sült ki belőle. Lehet, hogy Sony Vegas lesz a vége, mert hát ez megeszi az életemet, Mónika. Most a Robinak még dolgoznia kell, és nagyon dolgozik, és egyébként nem tudom, hogy miért nem vesz fel szemüveget, mert benne van a feje a monitorba. Ja, hogy elhagytad a szemüveget, jó, akkor megkeressük a szemüveget. Szóval... És nézd meg, és te egyébként fölt az ágyon van még két másik szemüveged, egyik se jó? Az a régiek, és nem jó. Nekem az új szemüvegem kell, amit használok, mert valahova eltűnt, és nem tudom. Hát de hol hagytad el? Mennyit kapok, ha megtalálom? Mondj egy számot. Azt egyébként is kapok, vagy nem? Most megint paradicsom voltam, figyeltétek? Ajajaj. Egy ezrest. Abba kijön egy gombóc fagyi. De merre jártál, fiú? Tudom, hol van. Nem. Vásárolni? Abba jöttél? Mik? Nem, azért nem szóval volt rajtam. Most így délután. Szia, Cuki! Autóversenyzik a Norbi. Tartsatok velem! Mondjad? Tartsatok velem! Várjál, most szemüvegkereső expedícióba vagyunk. A parral hagyd a szemüvegét. Amióta hazajött, már volt rá. Itt volt a tiéd mellett a szemüvegem, és fel is jöttem. Azt gondoltam, hogy a szemüvegbe vitt el valami látható. És akkor levetted? Na jó, mindig megnézem fent. Na jó, mindegy, ilyenkor nem szabad tovább keresni, mert akkor már azért nem fogjuk észrevenni. Szóval azt akartam mondani ennek a játéknak a kapcsán, hogy ez valami verdákos, ilyen, mit tudom, milyen autóversenyes játék. Nem kell túl gondolni. Néha-néha játszik egy órát a Robival, csak most a Robinak dolgoznia kell, és mivel ez az utolsó olyan hétvége, hogy ilyesmit űzhessen a gyermek, ezt meg is keresem tovább én is, ezért most a Robi megengedte neki, hogy amíg befejezi a munkáját, addig játszasson rajta egy picurkát. Nem tudom, hol van életem. Úgyhogy azzal játszik most. Na de... Megmutatom, hogy miket vettem a Norbinak az Ovi kezdésre. Milánnak is vettem egy pár darab fölsőt, mint mondtam, nagyon-nagyon állat cuccok voltak megint a Tesco-nak a ruha részlegén. Jóval elő fog kerülni, hidd el, nyuszó. Majd mindjárt meg lesz.
Na, vettünk, most megint most minden sárga lesz, mert a Robi leengedte a redőnyt. Köszönjük szépen. Sötét van kint. Hát azért nem. Na mindegy. Alsónadrágot vettünk a Norbinak. Ilyen verdákos zoknit, de ezek ilyen hosszú szárú, hosszabb szárú zoknik, és elég jó anyagból vannak egyébként. Úgyhogy ilyen villám megfineset vettünk. Ez... hány darab? 1, 2, 3, 4 darab zokni. Én mennyibe került? Oda van ez arra. Itt van. 1990 volt. A bugyikák, nem bugyik, alsónadrágok, már megbeszéltük, 10 darab volt, 2490. Aztán itt vannak a cipők. Vettünk, kellett neki egy bentre és egy kintre is, az Oviba cipellő. Ezt vettük neki bentre, mert nagyon-nagyon megtetszett neki, mert hogy ez olyan focistás. Úgyhogy ezt vettük neki bentre. Igen, 28-29-es a lába a gyermeknek. Ez 8990 volt. Oké, és akkor itt van a kinti, az utcai. Ez meg ilyen fekete kis tépőzáros, neonos történet. Ez az, amiről beszéltem, hogy ugye nagyon magas itt a Norbinak ez a lábfej része, és csak tépőzáros cipők jöhetnek egyelőre szóba, mert a cipőfűzősek valahogy így nem kényelmesek neki, nem nyomják a lábát, vagy nem tudom. Ez 4490 volt. Mind a kettő Deichmannos cipő. Igen, aztán akkor itt vannak a rucik. Egyszer egy 3 darabos ilyen kis póló szett a Milánnak. Van itt egy dínus, egy ilyen kék szürke, meg egy ilyen történet. Hosszú ujjút vettem neki inkább, mert ebből még mindig lehet rövid ujjút csinálni, maximum egy kicsit úgy felhajtom neki, tudjátok, és akkor jó. 3 darab volt, 2490. Aztán van itt még egy adag, ez is 3 darab póló, egy ilyen kis sztáros, egy ilyen gitáros, ez meg rimmelt, yes! Meg egy ilyen kis szürke, itt van egy ilyen kis zsebecske. Képzeljétek el, a múltkor valami olyan póló volt rajta, ami volt itt is zsebecske, és ő beledugta a bakexet. Ez volt 2490, 3 darab baby póló, ami majd később jó lesz a Patrikra. Jövő ilyenkor tökéletes lesz Patrikunkra. Nem is kell messze rakni. Aztán van itt 2 irtó cuki nadrág, nagyon szeretem ezeket a... ez ilyen ülepes féle, vagy nem is tudom, hogy mondjam. Iszonyatosan aranyosak ezek a kis autó, meg ez a csillag, meg karácsonyfa rajta. 2490 volt, egy nadrág, és még egy nadrág, ennek meg annyira jó színe van, annyira jó ez a kis méregzöld, nem is tudom, hogy milyen színű. Ez az egyik kedvencem most, ilyen kis pufajka jackik, nagyon-nagyon sokféle színbe van, és sok méretbe, ha akartok ilyet, akkor gyorsan dzsaljatok el a Tesco-ba, és csapjatok le egy, mert rohadt jó anyagból van, ilyen kis pufajka, széljacki. Ha még nincs olyan hideg, akkor csak a pólóra adod rá, viszont szerintem ez tökéletes lesz télre is, mert találsz egy pulcsit, és kész is, be van dunsztolva a gyermek. 3990 volt, és baromi jó. Nézzétek meg a nyakrésze is. Teljesen fel lehet húzni a nyakáig a cipzárt, rohadt jó ez a kapucni is, egy kicsit ilyen gumis húzott, nekem baromira tetszik, ja, és nagyon áll a színe, van zsiráfkék természetesen. Norbi azt mondta, hogy kérdeztem tőle, hogy mondom, tetszik a színe? És azt mondta, anya, ha kék, akkor tök mindegy, hogy milyen kék. Oké. Úgyhogy ezt megbeszéltük. Van itt még egy, nem még egy, sok póló, hosszú ujjú póló, mert bent nekik a teremben kicsit hűvöskésebb szokott lenni az idő. A Norm meg nagyon könnyen megfázik, úgyhogy inkább hosszú ujjú pólókat vettem neki az Oviba. Ha nem tetszik, akkor feltűri. 1490 volt ez az autós, szerintem nagyon király, tök jól néz ki. Oké, aztán van itt egy McQueen-es, 1990-ért, hát ez egy ilyen kis rövid ujjú, kis egyszerű. Aztán van itt egy ilyen Marvel-es kupac. Van egyszer egy, két, kettő, igen. Van egyszer 2 ilyen Marvel-es, pókemberes póló, meg van még egy ilyen pókemberes póló, ez így van 2 az egyben, 2-in-1, azt hiszem így mondják, 3490 forintért. Aztán itt ez meg 3 darab Marvel-es szintén. Pókember, mit tudom én, kicsodák ezek.
Fogalmam sincs. Három darab póló volt, 4490 forint, szintúgy hosszújú, tök jó anyagból, egyszer, kétszer, ez is ilyen képregényes, szövevényes, Iron Man, meg minden, kettő, és ez a harmadik, ez meg a vasember, igen. Vasemberes. Nagyon király. Szerintem amúgy tök jó, három póló, azért mégiscsak izé van rajta, valami figurás történet. 4490-ért szerintem nagyon király. Itt van még egy ilyen hármas hosszújú póló pack. Három pack. 2490-ért van egy dínósunk, van egy sima szürke hosszújú, meg van egy ilyen piros, sima, paradicsom színű hosszújú. Szerintem az oviba tökéletes lesz. Igyekeztem minél színesebbet venni, és nem fehéret, mert annak nincs jó vége, ha a Norbi fehér pólóba megy oviba. Van itt egyszer egy ilyen szürke farmer nadrág, ezt a múltkor is szerettem volna nagyon venni egy ilyen színűt, viszont nem volt akkor a méretében, most viszont volt, 3990-ért, 4000 forintért, sima kis szürke, tök egyszerű, viszont ilyen kis koptatott, én imádom. Oké. Aztán van itt egy ilyen szürke színű cipzáros pulcsi, 2990-ért, aztán van itt egy piros, ez nem annyira piros egyébként, mint amilyennek látszik, csak valami nagyon durván, nem tudom, most rá van állva a pirosra a telefonom. 2990-ért, tök jól néz ki, McQueen. Aztán ehhez választottam egy McQueen-es pulcsit. 3490-ért, tudjátok, ez ilyen kis belebújós sztoris. Engeded el? Engeded el. Kapucnis. Erotikusan sustorgós. Kell neki bentre pizsama, és egyébként is nagyon szeret pizsamában aludni, úgyhogy venni kellett neki pizsit. 4490-ért egy... kik ezek? Nem tudom, öreg vagyok én már ehhez. Egy nadrág, meg egy póló, tehát ugye ez így van egybe. Tehát igen, hogy ez így egybe 4490. Iszonyatosan tetszenek ezek a pizsamanadrágok amúgy, mert akár még itthonra ilyen játszós nadrágnak is tökéletes. Aztán van itt egy ilyen rövidújú pokémonos pizsama, ehhez egy sima fekete nadrág van, igen, így, ez a sima fekete kis naci van hozzá. Ez volt 4490 szintén. Egyébként ez is olyan, hogy még akár ilyen játszóházas történetnek is simán ráadnám a gyerekre, mert a jóisten sem mondja meg, hogy ez egy pizsama. Aztán van itt még egy ilyen hosszújú pizsi. 100% katon. McQueen-es természetesen, piros nadrággal, mert hát természetesen az dugál hozzá. Ő volt 2490. És akkor van itt még egy ilyen Scooby-Doo-s pizsama, ehhez egy ilyen szürke, vékony kis naci van, meg ez a felső, ez volt Pomporom Warner Bros. 4490. Aztán ez megint szintúgy egybe volt, a kettő, tehát a nadrág meg a pulcsi, 4490-ért, egy ilyen melegítő nadrág, egy ilyen kis terepmintás történet, meg hozzávaló pulcsi. Igen, így. Szerintem rohadt jó egyébként. Mondtam az árát, 4490, igen. Aztán van egy ilyen, ugyanilyen nadrág, itt, igen, ja, jó, pont aláraktam, nagyon király vagyok. Van egy ilyen, nem tudom, fogalmam sincs, kik ezek, gumi emberek. Na most, úristen, ez most tiszta olyan volt, mint az anyám, mintha anyu mondta volna, gumi emberek. Oké, 3490 volt ez a pulcsi, ez is tök jó, viszonylag vastag, hosszújú pólóval, szerintem így őszre tökéletes lesz, kapucnis természetesen. Ehhez választottam ezt a gumiemberes nadrágot. Nem tudom, kik ezek. Valaki írja már meg. Kik ezek? Nem lettem okosabb. Oké. A nadrág volt 3490.
tök jó vastag, gumisa szára, és ezt is így meg lehet kötni, úgyhogy ebből is egy kicsit inkább nagyobbat vettem, de aztán szerintem amúgy derékban pont jó lesz, maximum egy picit, lehet, hogy egy picit hosszú lesz, de inkább, mert az egyel kisebb már kicsi volt. Úgyhogy most pont ilyen átmenetibe van a srác. Aztán van itt egy ilyen pókemberes pulcsi végül, de nem utolsó sorban, még van itt még. Oké. Kapucnis pókemberes pulcsi, 3490-ért. Próbáltam sok kapucnis pulóvert venni neki, mert ezek a nem kapucnis pulcsik, az a baj, hogy ősszel, ahogy elkezd lehűlni az idő, és fújni a szél, és Ecnorbi nem vesz fel sapkát, mert ő annyira kemény gyerek, viszont utána meg begyullad a füle, úgyhogy próbáltam minél több olyan pulóvert venni neki, aminek kapucnia van, hogy fel tudja csapni a fejére, és akkor ez így vagány. 3490 volt pókember, igen, ehhez választottam a hozzáillő pókemberes nadrágot, szerintem tök jól néz ki egyébként, nagyon, annyira állat. 3490 forintért, és végül, de nem utolsó sorban, itt van még egy ilyen kis fekete, egyszínű cipzáros, rohadtul tetszik egyébként, amúgy ez csak ilyen dekoráció rajta ez a cipzár. Ez a nadrág volt, 1990 forint. Na, úgyhogy ezeket vettük most a Norbinak. Szerintem tök jól bevásároltunk. Igazándiból mit vettünk? Vaníliás fagyit vettünk, papírtörlőt, néhány babakaját a Milánnak, ugye már 8 hónaposat, mert 10 nap múlva 8 hónapos lesz, és még van egy csomó 5-6-7 hónapos babakajcs, csak gondoltam, hogyha már most úgyis ott vagyunk, akkor ott meg olcsóbb is. Akkor így gyorsan összeszedtem egy pár darab ilyen 8 hónapos babakajcsit neki. Mit vettünk még? Tusfürdőt apának. Apónak. Mit vettünk még? Aktimelt, igen. Fogkefét elfelejtettem venni, pedig azért indultunk el. Hát ez egy ilyen buli. Jó, nem azért indultunk el, tehát tudtam, hogy nadrág, vagy tehát tudtam, hogy ruhákat is kell venni, csak onnan jött a kis mókuska, gördítette tovább a történetet, hogy be kell vásárolni az obi kezdésre. Nem nagyon vettünk mást. És nagyon fáradt. Igen, ahogy mondod. Anya a szinkron hangja, Ecz Norbert. Én kinéztem magamnak egy nagyon jó kis 101 kis kutyás pizsamát, amit ha jövő héten visszamegyünk, akkor lehet, hogy megveszek. Addig meggondolom. De tök aranyos volt. Na, meg amúgy az a mamusz is tök aranyos volt. Aranyos volt amúgy. Nem, nincs meg a szemüveg, ez egy másik szemüveg. Számol ez a majom parádé. Nagyon számol. Este 8, és még 2 óra van vissza a számolásból. Igen, tudom, az előbb azt írta 3-4 óra. Meggondolta magát. Meg lett a rubi szemüvege. De jó, hogy vagyok. Na, úgyhogy megvan. Megvan a szemcsi, apa boldog. Jól felhívtad a festőket. Oké, hát holnap feljön a srácot. Tegnap is ezt mondta. Mert hogy ki kell festeni a mi szobánkat, mert most egyelőre úgy lesz megoldva, úgy néz ki, hogy a költözéssel várunk tavaszig, megszületik Patrik, és akkor majd utána költözünk. Addig viszont átmenetileg úgy lesz megoldva a sztori, hogy fönt a mi szobánk át lesz festve, ott egyébként is kellett volna már egy festést csinálni, de most akkor még indokoltam, mert piros szobában nem akarok babát rakni, mert borzasztóan frusztráló lehet szerintem az ő kis picike kis személynek, hogy minden piros, ez olyan gonosz. Úgyhogy keresünk oda valami szép, egyébként valami ilyen homok vagy ésper kávészínű lenne a fal, ilyen teljes kávészínű, és akkor ahol most van, a Robinak az a nagy és gigantikus íróasztala van,
azt az íróasztalt most vagy eladjuk, vagy keresünk valami helyet, ahol tavaszig el tudjuk tárolni, és akkor oda, arra a részre menne a kiságy, meg a pelenkázó. Ugye minden megvan, az összes kis, az összes babaruha, a melszívóm, igazándiból minden, minden, még a kis mama hálóingem is mind megvannak, úgyhogy itt nem lesz most ilyen hatalmas, nagy gigantikus orbitális bevásárlás a szülés előtt, mert mindenem megvan. Az autóm egyébként még mindig eladó, ha valakit érdekel. Sajnos nagyon sokan érdeklődtek utána, de még nem kelt el. Úgy az is lehet, hogy beszámítatom. Ezt szerettem volna legjobban elkerülni. De lehet, hogy kereskedés lesz a vége. Na, most már 2 óra 40 perc, ez hihetetlen. Na jó, megyek zuhanyozni, aztán elteszem magam holnapra. Vagy holnap utánra. Lehet, hogy holnap ki sem mászok az ágyból. De jó lenne. Az az igazság, hogy hazaértünk, kipakoltunk, és én neki álltam dolgozni, mert azért a vásárlás elvett néhány órát a munkaidőmből, és én ugye felejtettem a logolást, ahogy van. Most 9 óra, eddig dolgoztam ilyen 3 órától, nagyjából 3:30-tól még, és most kérdezte tőlem Aniki, hogy ugye nem felejtettem el, hogy én ma vlogolok. Ó, mondom, de! Ugye, ahogy van, el is felejtettem, mert annyira belemerültem a melóba, hogy a Niki szokta mondani. Niki elvileg végigvetted a ruhákat, amiket vett ruhákat, azokat végigvettem, majd benne lesz a vlogban. Én dolgoztam, persze a Milánt közben elláttuk, ahogy kell, evett, babusgattuk, pátyolgattunk, játszottunk vele egy kicsit, aztán elvittük aludni. Norbi közben bekéretőzött a játszós szobámba, ahol én szoktam a konzolokkal játszani, és megkért, hogy hadd Xboxozzon, mivel hogy én most nem tudtam játszani vele, mert még dolgoznom kellett, úgyhogy kivételesen engedtem neki, hogy játszani egy kicsit egyedül, de most már végeztem a melóval, csatlakozom hozzá még egy picit, játszogatunk, még egy keveset, már nem sokat, egy fél órát, aztán utána megyünk aludni. De majd még előtte elköszönök. Hello, Zsiri! Hello, Zsiri! A helyzet az, hogy még nem köszöntünk el, de Niki már elaludt. Úgyhogy amikor feljöttem, akkor felébresztettem, hogy ne felejtsen el elköszönni. Mert hát ugye az még hozzátartozik a protokollhoz, hogy elköszönöm. A protokollhoz az tartozik hozzá, hogy kismamákat nem keltünk fel, csak akkor, ha készrántott hús vagy ég a ház. Kész. Szóval fölkeltettem a Nikit, hogy ezt a nagyon fontos dolgot, mint az elköszönés, ezt megejtsük. Ez volt a első közös vlogunk. Milyen nap? Péntek? Péntek? Nagyon kíváncsi péntek vagyok rá, az hogy... napom. Hát már szombat van. Szóval nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy fog sikerülni. Beledöglik, ha nem lehet igaza, vagy valami. Tehát, hogy így most meg fulladt volna, ha nem mondja rá, hogy szombat van amúgy már. Meglátjuk, hogyha Niki összevágta majd valami csoda szoftverrel, meglátjuk, mi lesz az. Mert ha összevágtam a Movie Makerrel, akkor majd jelentkezik. Hogy mi sült ki belőle, úgyhogy mind a ketten logoltuk. Trántott hús. Lehet, hogy már úgy várom azt a jó kis sült csirke combot. Ja, azt hittem, hogy tudsz valami rántott húsról. Na, szóval meglátjuk, hogy milyen, lehet, hogy valami nagy katyvasz lesz belőle. Majd kiderül. Scusi. Hát, ez lesz a mi katyvaszos. Mire ezt látjátok, addigra már kiderült, mert addigra végignéztétek. Akkor találkozunk. Hogy is szoktad mondani? Az a te dumád, azt te mondjad. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Találkozunk a következő videóban. 65.841.000-szer végighallgatta, és nem tudod, milyen ez után? Nem, most rövid zárlat van, nem tudom. Szasztok. Na, de mi volt? Mi van ez után? Na, csigusz, nem új. Gyere vissza, nem megy még a házadba. És meg fogsz halni a befejezés nélkül. Ne. Soha nem tudod meg. Mit szoktál mondani? Hamarosan, nem sokára.
Találkozunk a következő videóban. Azt már mondtam, ja. Nem van. Akkor mi? Ez a vége. Úgy hamarosan, nem sokára. De azt mondtad, hogy hamarosan, nem sokára. Mert ezt szoktam mondani. A legvégén? Ja, tényleg. Most, hogy összerakom. Találkozunk a következő videóban. Hamarosan, nem sokára. Wow. Ez egy zseni. Na. Sziasztok. Sziasztok.